Következzen egy példa nem teljes normát vektortérre, példa, és hát ismerős lesz a normált vektorterünk, hiszen ez nem más, mint a C0,0, azaz a véges számsorozatoknak a tere, és ugye a szuprémum normával látjuk el, akkor tudjuk, hogy normált vektorteret kapunk, vektortér, és erről megmutatjuk, hogy ez nem teljes, azaz megadunk egy Cauchy sorozat, ami nem lesz konvergens benne. Ez egyáltalán nem nehéz ebben az esetben, hiszen itt ugye ebben a C0,0-ban azok az elemek vannak, amelyeknek legfeljebb véges sok nullától különböző komponense lehet. Ezért könnyű megadni egy ilyen sorozatot, mint például legyen itt ez az x felülvonás n, nem más, mint, és hát egyszerűen veszek egy díjat, aminek ugye minden komponense nullától különböző, ez pedig legyen már az 1 per n sorozatunk. Persze ez nincs benne a C0,0-ban, de nyilván jó sorozat a C0-ban benne van, és igazából csak vegyem az első n komponens, innen az összes többi, tehát közös, ugye, innen, az összes többi az pedig legyen nullával egyenlő valóban. Tehát akkor ez itt az 1, 1 ketted, és itt tovább 1 per n, jó. Az n-edik komponens, ezt követően pedig az összes többi az nulla. Akkor természetesen C0,0-ban vagyok, és az sem meglepő, hogy ennek a, ugye, elemnek a szuprémuma az, hát ugye a legnagyobb elemet kell venni itt ezen számok között, ez persze, hogy egyen lesz egyenlő, bármely n eleme n-re, azaz az x felülvonás n, az tényleg egy sorozat ebben a normált vektortérben, tehát sorozat normált vektortérben, mert azt kell megmutatni, ez egyúttal a Cauchy sorozat is, azaz teljesíti ezt a tulajdonságot. Ez pedig nem olyan nehéz, mert bármely m nagyobb, mint 0 esetén, az x felülvonás n plusz m minusz x felülvonás n, az nem más, mint, jó, írjuk ki, hogy az x felülvonás n plusz m, ez azt jelenti, hogy az n plusz m koordinátáig kell venni ezeket a 1 per n-es elemeket, hát hívhatjuk úgy is ezt nyugodtan, hogy ez itt a harmonikus sorozat. Ugye a szumma 1 per n az a harmonikus sor, akkor ez legyen a harmonikus sorozat. Na, tehát 1 per n plusz 1, 1 per n plusz m, és akkor ezt követően az összes komponens nulla. Tehát így a kettőnek a különbsége az nyilván az a véges, vagy egy számsorozat, amiben az első n darab komponens az nulla, ezt követően ugye 1 per n plusz 1-ünk van, egészen 1 per n plusz m még megyünk, ezt követően pedig az összes többi komponens már ezek után. Az összes komponens már az nullával lesz egyenlő. No, tehát akkor a szuprimumát kell venni ezen ugye, számoknak, vagy a komponensek abszolút értékének, tehát itt minden pozitív. Nyilvánvalóan az 1 per n plusz 1, független az n-től. Bármelyen nagyobb, mint 0 esetén ez 1 per n plusz 1 lesz, amelyik természetesen tart a nullához, hogyha n tart a végtelenbe. Tehát nyilván bármely epsilonhoz megadhatunk n-et úgy, hogy hát hogy ez az 1 per n plusz 1, ez legyen már kisebb, mint epsilon, és hogyha ennél nagyobb ugye indexeket veszünk, n, m indexeket, akkor természetesen ez teljesülni fog. Jó? Hiszen ez a szuprimum érték, ez teljesen érzéketlen erre az m értéke. Nyilván, hogy itt az n már elég nagy, akkor utána lévő az is biztosan garantált, hogy mindegy, hogy milyen m-re lesz. Én úgy gondolom, hogy ez elég egyértelmű volt, meggyőző az, hogy írhassam azt, hogy x az n, n egyenlő 1-től végtelenig az Cauchy sorozat, Cauchy sorozat lesz. Ugyanakkor úgy hiszem, hogy az is elég egyértelmű, hogy ez az xn, ez ebben a szuprémum normában nyilvánvalóan ehhez az x-hez
Nem eleme C0. C0 hoztam. Tehát ez a Cauchy sorozat nem konvergens C0-0-ban, hiszen ez az X elem, ez ja, nincs benne. Tehát az a lényeg, konvergens, ha van a halmazban olyan elem, hogy ugye azt hangsúlyoztam itt. Tehát nem, ez az X elem nincs benne. Hát az meg egyértelmű, ugye, hogy hová tart. Nyilvánvalóan hol, hát konkrétan ugye a C0-ban, ez nyilvánvalóan ez Cauchy sorozat a C0-ban is, és nyilvánvalóan C0-ban persze, hogy tart ehhez. Tehát ez egy egyértelmű. Tehát nincs olyan C0-beli elem, amihez ő konvergálna. Így azt kapjuk, hogy ez a C0-0 supremum normával ellátva normált tér, ez nem teljes. Jó? Nem teljes. Teljes. És akkor teljesen jogos, hogy kell még ez a plusz jelző, ugye? És akkor vannak terek a teljes normált vektor terek, jó? Tehát nem elég az, hogy normált, még a teljességi tulajdonság is kell, hogy minden Cauchy sorozat konvergens legyen benne, jó? Oké. No, alapvetően nézzük csak, miről is van szó. Hát tulajdonképpen vettük az Xn-nek egy olyan sorozatát, ami az X-hez konvergál. Akkor tulajdonképpen, hát, hogyha egy kicsit topológikus szemben nézzük a dolgokat, ez azt jelenti, hogy az X ennek a C0-0, oké, normát is tegyük hozzá, de ennek a normált vektor térnek, ami persze egy metrikus tér, ez egy, tehát ez egy torlódási pontja, torlódási pont. És nincsen benne a torlódási pontja. Tehát akkor ez a C0-0, ez nem, tehát nincs benne, tehát akkor ez a C0-0, ez nem zárt halmaz, nyilvánvalóan a ugye bővebb, akár vehetjük a C0, C, L végtelen. Okay. Jó? Tehát, ahogy itt számpéldát megmutattuk, hogy oké, Cauchy sorozat, de ugye a határpont az nincs benne, tehát a torlódási pontját nem tartalmazza, így akkor nyilvánvalóan nem lehet zárt részhalmaza ugye a bővebb térnek. És akkor így fogunk tovább menni, és megmutatjuk, hogy valóban ez a topológiai tulajdonság, ez a zártság, ez milyen fontos is itt a teljességgel összhangban, mennyire van, mennyire függ össze. Jó? Tehát ez lesz a következő videó.